hogy segítségünk Húsvét ünnepi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki volt, aki van, és aki örökké való, a feltámadott Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg testvéreim Istennek szent igéjét, Lukács evangélium a 24. fejezetéből az első 12 verset, az első Húsvét történet. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek az asszonyok a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszert. A követ a sírból erről elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, íme két férfi lépett mellé, fénylődve. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzá, hogy miért keresitek a holtak között az élőt. Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza. Megmondta nektek még Galileában, hogy az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadni. Ekkor visszaemlékeztek szavainak, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt. Eljutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magába a történetnek. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjének útját mindnyájunk életében, ezért imádkozzunk. Áldozó Szent Istenünk, magasztalunk téged az ünnep csodájának. Köszönjük a feltámadás örömét, ami hogy megfoghatatlan a számunkra, de szívünk mélyén érezzük, hogy ez egyetlen reményforrás. Köszönjük az örömhírt, hogy Jézus él, és adunk, hogy ez valósággá válhasson a számunkra. Adunk, hogy életünk minden napját figyelhessünk erre a szüzenetre. Ezért kérjük, hogy most a mi lelkünket készítsd fel a te igét hallgatására, hogy lehessünk befogadói annak az üzenetnek, amelyet előkészítettél, hogy az az üzenet, amit a feltámadás evangéliumán keresztül most nekünk akarsz elmondani, az ne csupán kimondott szó lehessen, hanem valósággá válhasson az életünkben. Szentlélek Isten, ezért kérünk, hogy állj meg jelenlétedben bennünket. Segítsd félretenni a napi gondokat és bizonytalanságokat, és segíts most csak rá figyelni. Egyedül Krisztusra, egyedül a feltámadottra, egyedül a Szent Háromság Istennek. Így kérünk Isten, légy jelen között. Az igehirdetés hallgatására készíts magunkat, szeretett testvérem, a 246. dicséret második versére. Ez a korábbi énekeskönyv 234-es számú énekének második verse. Nyer világosság, ragyog te! Thank you.
Hívva található az imént felolvasott ige szakaszban, Lukács evangélium a 24. fejezetében, az 5. és 6. versben. De az angyalok így szóltak hozzájuk, miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Azt mondják, szeretett testvérem, hogy a mai ember a mai világban sokkal inkább egyfajta a halott kultuszban él, mint mondjuk 1500-200 évvel. Talán ez azért is van, mert sikerül kinyújtani az életet, sikerül hosszabb életet élni. Talán ez azért is van, mert a gyermek halandóság az sokkal kisebb számban fordul elő, és nincs az, hogy egy családban mindennapos, bocsánat, előfordul szinte minden családban, hogy egy megszületett életet el kell veszíteni. És talán ennek köszönhető az, hogy egyre inkább ragaszkodunk azokhoz, akik hozzánk közel állnak, és aztán akik utána elmennek a mindenéből. Talán ez a magyarázat annak a jelenségnek is, amit már nem egyszer hallottam, hogy előfordul, hogy valaki nem a temetőbe adja el, hogy szeretnének földi maradványait, hanem elviszi magával mozog. Biztos megvan mindenkinek az indoka, hogy ezt miért teszi, de azt mondják a kutatók, hogy ez az elszakadni nem tudásnak a jelen. Hogy szeretném a jelenben tartani azt, aki már elment, aki már nincs, aki már nem kézzelfogható valóság. Szeretném legalább valamiért ott tudni a közelemben, és így próbálom visszatartani a földi életet. Sokszor érezzük, én magam is ravatolnám megállt, hogy ez a halott kultusz, ez valóság, hiszen szembesülve azokkal a virág halmokkal, virághegyekkel, amit egy temetésen látunk, eszünkbe jut, hogy mindez lehet, hogy a lelkiismeret virágaiként jelenik meg. Ha az életében nem tudtunk neki adni jót, hát legalább a temetéskor adjuk meg a munkát. Olvasom ennek egy elrendető példáját, és Molnár Ferencnek Utitársa számüzetésben című történetében, ahol a főhős nem tud elszakadni a meghalt feleségétől, annak holttestét egy dupla falu fénykokósóba tetetik, és bárhol már megy, mindenhol a magával viszi. Mert szeretné, hogy mindig vele legyen. Az asszonyok húsvét reggelén valami ilyen okból mentek ki Jézus ügyához. Hogy bebalzsamozzák a testet, hogy megadják neki azt a vég tisztességet, ami minden halottnak kijár. Elfogadták, hogy halották, nyilvánították az Urat, és szeretnék ezt az állapotot, amennyire lehet megőrizni, elnézést a kifejezésért konzerválni, hogy a halott test megmaradjon abban a formában, amiben utoljára látták, és lehessen újra és újra kizarándokolni ahhoz a sírhoz, és ott elmondani, hogy de jó volt, ami itt volt között. Jézus kihűlt testét keresték. Valóban a halottért mentek ki. Valóban azért, hogy méltó módon eltemessék, hogy méltó módon kezdhessék el a feledést, hogy méltó módon tudjanak emlékezni. És hiába az angyali szem, hiába az örömhír meghirdetése, rá sem mernek tekinteni az angyalnak, földre szekezett tekintettel hallgatják végig, amit az angyal mond, és nem értik, hogy mit jelent, hogy feltámadt. Talán csak annyit fognak fel először, hogy valami nincs rendjén. Mert itt nyitva van a sík. Mert üres a sík, majdnem üres a sík. De még nem értik, hogy mi is történt. Az a nagy kérdés, szeretett testvérem, az idei húsvéton, hogy mi nem hasonlóak vagyunk ki az előzőkben említettekhez, amikor Jézus Krisztus is
hasonlóan egy halott Krisztus koporsóban akarunk hordozni magunkat. Amikor csak emlék az, ami történt 2000 évvel ezelőtt. Mert szeretett testvéreim, az az első kérdés, hogy te hol keresed Jézus? Az asszonyokkal együtt a sírhoz szeretnél menni? A holtak között keresed, ahogyan meg is kérdezi az egyik angyal? Mit is jelent a halottak között keresni Jézus? Azt gondolom, szeretett testvéreim, hogyha valaki azt mondja, az Úr Jézusról egy nagy tanító volt, egy történelmi személyiség, akkor a halottak között keresi Jézus. Aki azt mondja, hogy kora megmondó ember volt, aki szembe mert szállni mindenféle hatalom alattól, az a halottak között keresi Jézus. Aki azt mondja, hogy olyan ember volt, akire érdemes figyelni, hogy aki a szabadság hajnoka volt, mert valamiféle szabadság eszmét hozott ebbe a világba, az a halottak között keresi Jézus. Amikor az ember a sebeit mosogatva, befele fordulva gondol vissza a régmúltra, akkor a halottak között keresi Jézus. Amikor régi dicsőségünk fényét várja vissza, akkor a halottak között keresi Jézus. Amikor 500 éves múltra hivatkozik, és azt mondja, hogy na ez aztán már tényleg valami, akkor még mindig csak a halottak között keresi Jézus. A halottak között keresünk, ha minden csak a külsőségekről szól. Csak arról szól, hogy itt a helyünk, de közben a lelkünket nem hoztuk magunkra. Ha kipipáljuk hetente egyszer, havonta egyszer, vagy évente néhányszor, hogy elmentünk az Isten házába, de Krisztus tanítása nem érti meg a lelkünket, akkor a halottak között keresünk Jézust. Amikor önmagadban zárkózol, mert azt nézed egyedül magadnál, amikor már elfelejtél imádkozni. Amikor elveszíted a reményt, akkor azt érzed, hogy hiába keresed bárna a boldogságot, nem találod meg, és újra és újra előbe jönnek azok a dolgok, amiket elkövettél, és nem tudsz tőlük szabadulni, és ezek a dolgok vádolnak téged, ezek, amiket mi bűnnek nevezünk, ezek vádolnak téged. De nem találsz menekvést, akkor a halottak között keresed. Nem tudom, de félek tőle, hogy Európa keresztény lelkületének elvesztése azért van, mert a halottak között keresi Jézus. És lehet, hogy ez veszi a mi országunk a nézet is. Halottá vált, mert nem igényli, mert nem meri igényelni a teljes embert. Azt gondoljuk, hogy elég, ha csak az ember spiritualitásával törődik, egy kis lelki simogatást tud adni neki, de nem várja el, nem kéri, hogy tessék felmutatni az életet, de hogy tényleg Krisztus követhet. Már nem szab feltételeket, nem mondja azt, hogy aki igaz hittel követi Krisztus, lehetetlen, hogy a hála gyümölcsét ne teremje. Mindent, ha lelkiismeretlen volt. Arra a lelkiismeretre, amit az egyik legkönnyebb elaltatni, és azt mondani, hogy hát már nem olyan fontos, már az egyház sem kéri, akkor nem kell megtenni. Mit keresitek a holtak között az élőt? Kérdezik az angyalok, az asszonyoktól, és ez a kérdés arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy feladjuk a hátra felé nézést, és már ne a múlttal akarjunk törődni. Ne azzal, ami tegnap történt, hanem előre lendít bennünket egy jövőkép felé. Valami újat hoz Jézus Krisztus feltámadása mindjárt számára, az a tény, hogy nincs ott a sírban, hogy feltámad. Mert ez a csoda. Mindenképpen arra kell, hogy bátorítson bennünket, hogy felismerjük. Ő az, aki, ha meg tudta újítani a testét, akkor meg tudja újítani az egyházát is. Ő az, aki magához vonz mindeneket, ő az, aki előre segít bennünket, mert a tegnap a sír, a tegnap a sírban vonult Jézusé, a tegnap a sír.
élők a halottak között nincsen itt, hanem feltámadt, mondják, bíztatva bennünket az angyalok. Mert ez az egyetlen igazi reménység, ami kézzelfogható, ez az egyetlen igazi reménység, amely alapot ad, ami keresztény reménységünknek, hogy vége a halálnak. Hogy Krisztus legyőzte, hogy ahogy a énekeljük az egyik énekünkben, hol van koporsó hatalmat, elvesz-e nyert diadalmat. Ezt a húsvéti éneket énekeljük minden temetésből, mert nekünk feltámadásba vetett reménységünk van. Isten megváltására kiteljesedés a feltámadásban válik egészé. Ettől kezdve lehetsz biztos abban, hogy életedet nem csupán annak utolsó éveire nézve élheted. Nem csupán azért kell dolgoznod most, hogy majd megérdemel nyugdíjas éveket töltessék. Hogy majd abban az időszakban legyen lehetőséged olyan dolgokra, amiket nagyon meg szeretnél élni. Hogy legyen egy bakancslistád, amit majd kipipálhatsz, hogy ezt is megtettem, ezt is megtettem. Mert szeretett testvéreim, Krisztus feltámadása arra kell, hogy segítsen bennünket, hogy már úgy élhetünk, hogy a földi halál után valóban. Úgy élheted az életedet, hogy Istennél folytatódik. Éld úgy az életedet, hogy Istennél folytatódik. De hogyha nem a holtak között kell keresnünk, akkor hol? Hát talán egyértelmű a válasz, az élők között. Miért keresitek a holtak közt az élőt? Az élő nem a holtak között van, az élők között van. És mindenek előtt azt kérdezi meg tőlünk az ige, hogy van-e ilyen élő kapcsolatunk azzal, aki él. Az Istennel van-e mindennapos, élő, megtapasztalt kapcsolatunk, ahol tudunk egymással beszélni, ahol megértjük Isten aznapra szóló üzenetét, ahol újra és újra keressük az ő akaratát, ahol újra és újra szeretnénk megfelelni azoknak a tanításoknak, amit ő a Szent Igén keresztül előadott nekünk. Van egy élő kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztussal, aki képes arra, hogy kibékítsen békétlenőket, aki képes arra, hogy élővé tegyen kapcsolatokat, aki képes arra, hogy a barátságokat éljük, amit tudjuk megkötni, ami az életünk végéig tartanak. Aki képes arra, hogy olyan élő közösséget tud formálni, amelyek a mindennapokban egymást tudják segíteni. Gyülekezeteinkben, és hiszem, hogy ebben a gyülekezetben is, ennek az élő Krisztusnak kell jelen lenni minden nap. És hogyha jelen van, akkor itt kell keresni. Mert az élő Krisztus az élők között van. Ha hittel keresve meg is találod, megtalálod magát például a mai urasztala közösségében, ahol neked is hirdetetik a bűnbocsánat, hogy azt, amit az előbb mondtam, amikor ennyire bizonytalanná váltál, elengedhess magadtól és átélhessd a bűnbocsánat csodát. Benne van abban az üzenetben, amit a misszió parancsban mond, és azt mondja, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ahol átélheted, hogy minden kísértésben, minden próbatételben, minden kérdőjelben ott áll melletted, hogy vezessen tovább. Az élő keresni azt jelenti, Péterrel együtt észreveszem, hogy az üres sír nem is teljesen üres. Hiszen ott van benne az a lepel, amivel be volt takarva a test. Ott van hagyva, sőt, mivel az arca volt letakarva, az összegömbölve egy másik helyre, hogy a János evangélista leírja. Nem egy hirtelen elrablása a testnek, hanem csak úgy lehetséges ez, hogy az a test, az felkelt a halottak között. Az élő Krisztussal való találkozás, az olyan hatást vált ki az életedben, mint az asszonyok életében, akik miután megértették, mondta az angyal, elszaladtak és elmondják a tanítványoknak még akkor is, hogyha tudják, hogy üres fecsegésnek fogják tekinteni. Felvállalják még ezt a konfrontációt is, de az az örömhír, ami őket érte.
Emmausi tanítvány, aki elmegy, útközben találkozik Jézussal, nem ismerik rá, de a kenyér megtöréséből felismeri, és még azon az éjszakán visszamennek, hogy elmondhassák, láttuk azt, hogy az őskeresztények számára a feltámadó Krisztus jelenléte élő napi valóság volt. A feltámadó Krisztusról nem húsvét vasárnaponként és hétfőként beszélgettek, hanem minden nap megélték a vele való élő kapcsolatukat, az ő megerősítő jelenlétét, az ő utatását. Ha nem folytatod a föltámadás valósága a te életedben, holnap meg holnap után, meg azután, akkor lehet, hogy csak a voltak között keresed. Az élőt, az élők között kell keresni. Ha az élők között keresed, ha az élők között megtalálod, akkor rájövetsz arra, hogy a te utad is az, ami ezeknek az asszonyoknak az útja, vagy Péteré, vagy a többi, hogy el kell menni és hirdetni kell ezt az örömet. Tehát a kereszténységnek a jövője ettől. Hogy vannak-e itt valók, akik azt mondják, Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Minden emberi, racionális érv ellenére, vagy azzal együtt. Mert Istennek a terve így hozta el számunkra a megváltás. Mit keresitek a voltak közt az élők? Nincs itt, mert feltámadt, mondták az angyalok, az asszonyoknak az első húsvétot. És most tőle kérdezi meg, hogy hol keresed? Hol keresed Krisztus? Mert ő az élő között található. Arra vár, hogy élő kapcsolatban, élő hittel, élő bizonyság tétellel legyél jelen ebben a világban, hogy minél több ember számára elmondás. Krisztus feltámadás. Ezt a feltámadásodat adja meg Isten az idei húsvéton. Köszönjük Istenünk, hogy a húsvét örömhíre meg akarja erősíteni a mi lelkünket. Köszönjük Istenünk, hogy figyelmeztetsz, hol is kell keresnünk a feltámadottat. Így adjál a lehetőséget nekünk Istenünk, hogy az asztal a közösségében találkozhassunk veled. Így adjál meg Istenünk, hogy minden napos élő hitünkkel, minden napokban találkozhassunk veled. Így adjon meg nekünk Istenünk, hogy minden elbizonytalanodásunkban, gyászunkban, minden kihívásban, minden próbatételben átélhessük, hogy te ott vagy velünk. Adjunk, hogy ez a közösség élő gyülekezetként hirdesse a te élő jelenlétet. Adjunk, hogy így lehessünk jelen ebben a városban. Így kérjük Istenünk a te áldásodat a mi közösségünkre, a mi urasztali közösségünkre is. A feltámadott Krisztusé.